különleges nap a mai. Valójában minden nap különleges, de azért vannak különlegesebb napok. Ez a mai ilyen. 2013 Mikulás napja. És ehhez még hozzájön, reggel hallom a rádióban, ma halt meg Mandela. Mandela 25 évig volt börtönben, és harcolt a szeparatista kormány ellen, és a fehérek, feketék szétválasztása ellen. Nelson Mandela fantasztikus ember volt. 25 évet ült börtönben, többször felajánlották neki, hogy kijöhetne a börtönből valójában, és akkor csak hát mondjon le már erről a fix ötletéről, hogy minden ember egyen jogú, rangú. Hát aztán nem mondott le, végül is aztán ismerik az életutat, és ismerik a történetet Nobel békedíjtól. Nagy példa. Nagy példa, mert amellett, hogy ezt mondjuk összehasonlíthatjuk Gandhival, amellett, hogy kiváló államférfi volt, nagyon jó humora volt, szeretett nevetni. Tehát összehozta azokat a dolgokat, a bátorságot, a nevetést, a kitartást, az erőt, a rendíthetetlenséget, szóval egy csodálatos karakter volt, és most Mikulás napján 2013. december 6-án egyszerre itt van Mikulás, és itt van Nelson Mandela szelleme, és előtte is tisztelgünk, illetve tisztelgünk. És ezzel a kezdethez jutottunk, hiszen minden nap egy kezdet, és eljutottunk a véghez, hiszen ma halt meg Mandela, a kezdet és a végnek a összeéréséhez. Valójában egy másik célom van. Nem nagyon akarok okos dolgokat mondani. Valójában valahogy beszeretném, vezetném magam és magunkat egy olyan dimenzióban, ahol a kezdet, az új és a folyamat együtt van. Nehézségünk van azzal, hogy az elmében összehozzuk a balt, a jobbal, a fényt, a sötétséggel, a jót, a rosszal. És tehát, hogy az egységesítő és a tömörítő hozzáállás használjon. És ebben a pillanatban jelenik ez meg. Ugye, mert hogyha a következő pillanatból már biztos nem így mondtam volna az elmúlt pillanatot. Tehát rendkívül finom idő és időtérről beszélünk, és valójában ennek a keletkezésnek a dinamikájáról. Ez a keletkezés ez éppen most történik. Persze valamit mondani kell a múltból, aztán talán ahogy folyamatosan jön a jövő ide a jelenbe, arról is, ha valaki nem ismerne, akkor annyit elmondok, hogy a Dicsőfi Endre vagyok, 70 éves elmúltam. Az életutam rendkívül izgalmas volt, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy ez ilyen volt. 20 évet éltem, tehát kidisszidáltam 69-ben, végeztem agrár főiskolát, jártam közgázra, dolgoztam itthon, aztán kint aztán orvosi egyetem, alternatív gyógyászat, és beutaztam a fél világot, aztán jártam különböző szellemi tanítóknál, 20 éves koromtól jogázok és kávézok. Ezt azért teszem hozzá, hogy jogázok és kávézok, mert mindjárt szeretnék arra utalni, hogy a spirituális út az nem egy száraz, nem egy dogmatikus, és nem valami olyasmi, vagy egyáltalán az életút, még talán a spiritualitásra kéne hozzátenni. Egyáltalán nem valami száraz, egyoldalú, másik oldalt elátkozó, vagy legalábbis kikapcsoló.
Tehát ezt a komplexitásba szeretnék valahogy majd belemenni, vagy már talán benne is vagyok, hogy minden belefér az életbe. Belefér autostopolt, végig autostopoltam Amerikát, Európát, többször voltam Ázsiában, de mind ez sem olyan lényeges tulajdonképpen, hanem valami olyasmi, amit az előbb említettem, hogy a újrakezdés, tehát az örök újrakezdő szellemiség, ami már ebben a pillanatban kezdődik, és valahogy le is zárul, és közben van az a folyamat. A beszéd folyása, hát most valamit az életutamról, már nagyon nem szeretek beszélni arról, hogy mit csináltam, valahogy írtam 7 könyvet, meg tanítottam 25 évig csoportokat, különböző technikákat hoztam be, ezt már nagyon nem szeretem. Közben pozíciót váltottunk, egy kis pozíciócsere, egy kicsi csend. Ebben a kicsi pozíciócserében, ebben a kicsi csendben megint megjelenik valami más. A folyamatosság és a kezdet dinamikáját összeilleszteni, hogy egy triviális jelzőt mondjuk olyan, mint a yin és a yang. De a yin és a yang egyáltalán nem triviális, ha mélyebben nézzük a Földet, és mélyebben nézzük az eget. Hogy mi vagyunk a Föld, és mi vagyunk az ég. Hogy a férfi inkább yang, a nő inkább yin, inkább Föld, inkább ég. Mindegyikünkben persze benne van minden, és ezt a mélységi dimenzióhoz, hogyan jussunk el a mélységi dimenzióhoz, hiszen ma egy kicsit földtelenek vagyunk, és égtelenek vagyunk. Azaz, hogy a Föld lenne, hogy a természet, a természeti ember, az aztán a parasztember, az egyszerű ember, ugye mondjuk a Föld, a Földhöz tartozó, a gyökér. A gyökér és az égnek a dinamikája van bennünk. Az éggel ugye lehozzuk a csillagokat. Az éggel kitágulunk. Az ég adja a tágasságot, a hatalmasságot, a fényességet, az ürességet. Ahogy a Föld adja az intimitást, az otthont, a finomságot, azt, ahogy csírázik egy növény, ahogy születnek a lények, ahogy kikel a madárfióka a tojásból. A Föld. A yin és a yang, a Föld és az ég. Ez rendkívül lényeges, mert ez az alapunk, ez a természetünk. Ha elfelejtjük az eget, akkor lefele nézünk, és csak Föld vagyunk. De még a Földet is el lehet felejteni, és akkor nem tudom pontosan, hogy mik vagyunk. Valami köztes lények, valami nem földi, nem égi, de bennünk van az egész mégis. Érdekes, nagyon érdekes korba is élünk, hiszen most megy egy felvétel, hiszen most van egy olyan technika, egy olyan technológia, ami csodákat művel. Naponta látjuk a számtalan csodáját, a technikának, a technológiának. És hol van a Föld, és hol van az ég? Visszatérek a Földhöz is, meg az éghez is, hiszen örök visszatérés van, és azért van rajtam ezek a súlyok is, hogy egy kicsit súlyosabban viccese, hogy el ne szálljon, másképp kifejezve, hogy így eredményesebb számomra a gyakorlás. Tehát a jógát azt gyakorolom 50 éve valamennyire. Nem olyan fanatikusan, sőt, kihagyva napokat, de heteket már nem nagyon, mert nagyon-nagyon jó esik a nyújtózás, az elidőzés, megnyúlva elidőzni,
akár a csendben. De bárhogy jól esik a csend. Tehát a két oldal, az elmélkedő és az aktív oldal bennünk, ma ugye a yang van túlhangsúlyozva egy kicsit, az aktív oldal. Fontos, rendkívül sok örömforrás jelenik meg benne. Tenni valamit, csinálni, változtatni, kreálni, akár a napi munkában is megtalálhatjuk ezt, a legkisebb tevékenységben megjelenhet az a valami. Nevezem csak valaminek. Ugyanakkor a másik oldal is valami. Ugyanaz a valami jelen van egy másik formában, akkor elmélkedünk, oldódunk, elengedünk. Ezek így nagyon jól hangzanak, de mégis valami konkrétabba szeretnék belemenni. Sokkal konkrétabban, valami olyasmiben, amiről fogunk még beszélgetni, most csak így én beszélek, hogy az ember hogyan lépjen kapcsolatba a Földdel és az éggel, hogyan győzze le a saját félelmeit, kicsinyességét, hogyan csinálja azt, hogy ne keverje össze azt, amilyen van, ugye, mert azért mondtam, hogy nem szeretek már erről beszélni, mert az, amin van, amit az ember megszerez, diplomát, papírokat, van ebben tapasztalat, van abban sok munka, nem erről van szó. De attól az, aki vagyok, az, aki van, annak semmi köze a papírokhoz. Semmi köze. Hogy hány diploma, hány helyen járt az ember, milyen pozíciója van, milyen... Ez mind csak roha. Ez a rohatár. Jó, az embernek van egy rohatár. Lehetnek színe, én szeretem a színeket például, ez is egy színes rohatár. De az a többlet, az, hogy többek vagyunk, a létünkben, létünkben vagyunk megszólítva, a tudatunkban vagyunk megszólítva mi emberek. Mi a teljességtől vagyunk megszólítva. Mi a teljesség hívásától vagyunk, érezhetjük magunkat hiányosnak, és érezhetjük magunkat teljesnek, egésznek. Égnek, földnek. Nem tudom, ma meg lehet-e mutatni az eget. A földet. Hiszen most is egy közvetett módon történik minden. Direkt módon azonban tapasztalhatjuk mégis magunkat. Direkt módon tapasztalhatjuk a testünket, tapasztalhatjuk az érzéseinket, a gondolatainkat, a jelenlétünket, tapasztalhatjuk, vagy annak a hiányát adott esetben. Valahol emögött mindig meghúzódik egy másik dimenzióban, vagy átnyúlva ebbe a dimenzióba az a kérdés, ami érinti a boldogságot, az örömteli élményeket, érinti a szabadságot. És csak nagyon áttételesen érinti a tudást. Tudásnak van szerepe, de a mögötte lévő motiváció nagyon sokszor csak becsvágy, vagy csak hírnév, vagy csak hatalom. Tehát ruha. Tehát újra visszajutni magunkhoz, újra visszajutni a kezdethez, a példához esetleg, ugye, hogy milyen, hogy nőhet az ember, vagy hogy mennyi minden van bennünk, egy Nelson Mandela, vagy hogy egy ilyen életet meg lehet csinálni, és mégis 95 évig élni. Az iskoláját neki, nem? Tehát, hogy fejet is merjünk hajtani a nagyság mellett. Emellett felismerhetjük a saját kicsinyességünket, a saját kis félelmünket, és rájöhetünk, hogy mi többek vagyunk.
hiszen ugye vallja ezt a régi bölcselet is, meg vallja ezt a vallás, és vallja ezt az a mélységesen mély emberi, amely talán fölötte, alatta van mindennek, vagy benne, körülötte, hogy a többletet, a lelkünk növekedése lehetne a cél. És a szenvedésnek is van jelentősége. Csak hogy a szenvedés általában felesleges. Ezekkel a kicsinyes dolgokon aggódni, visszanéz az ember az életében, látja, hogy felesleges. Ide tartozik az, hogy én kaptam egy stroke-ot, és a fél oldalam teljesen lebénult, ez most lesz 4 éve. És hát ebből eléggé sikerült kijönnöm, Isten segítségével, vagy a Tao segítségével, akinek úgy tetszik jobban. De sok munka. Sok munka, és a képzelő erőnek, a képnek a szerepe, ami most is ugye a felvételben, itt vannak a képek, itt megy a közben a beszéd. A képzelő erővel az ember, amikor én teljesen lebénultam, elképzeltem, hogy járok, és hogy jó járok, tehát hogy semmi gond nincsen, tudok járni. Hát tudok is, igaz kicsit bicegek. De mit számít ez? Ha az ember nem sajnálja magát, és nem a múlt felé fordul, hanem azt mondja, hogy igen, különböző tapasztalásoknak igenis komoly része van abban, hogy az vagyok, aki vagyok, de a most megjelenő jelen, a most megjelenő jelen, tehát nem különösebben, de mégis az ember persze, ha így beszél, akkor valahogy belekeveredik ez is, hogy íme, hát meg lehet csinálni. A példa fontos. Egy Nelson Mandela példája nagyon fontos a mai emberiségnek. Talán az se lényegtelen, hogy egy teljes bénulásból ki lehet jönni. Egy teljes jobboldali, tehát egy 100%-os jobboldali bénulásból ki lehet jönni. Ugye választhat az ember. És ez nagyon sokat ad. Nagyon, ez a folyamat, ahogy megéltem, az nagyon sokat adott. Az többet adott, mint az utazások. De legalább annyi. Ez is egy utazás. Kicsit miről beszélünk, vagy beszélek, hát a belső utazásról kicsit. A belső utazás, ami kiteljesít bennünket, éretté tesz, teljessé. Mindenképpen valamennyi humorral. Mindenképpen valamennyi, ugye az önképnek a nem túl komolyan vételével. Mert hát, miért is kéne komolyan venni az ember az önképét? Mikor itt van egy jelen. Mikor ez a jelen, ez a szent pillanat. Ez a szent pillanat, ez a téridőnek egy csodája. Tehát mi vagyunk azok a lények, akik képesek vagyunk a csodában csodát csinálni. Művészként, de mesteremberként is, de munkásként, tehát mindenféle formában, ez nincs privilégizálva az élet. Ma az, hogy mindenki azt írja, hogy gazdagokat irigyeli, vagy legalábbis ez a fő az anyagiasságban belementünk nyakig, hát majd kijövünk, hát szóval nem egészes, csak hát most már éppen ideje ennek kijönni, mert már eléggé szarban van a világ, már elnézést. Egy-két gyakorlatot közben, hiszen más a kameraállás is, más a megváltozik a lehetősége. Tehát amint az ember felvesz egy pozíciót, mondjuk egy ilyen pozíciót, mégiscsak 70-re múltam, ugye? Tehát egy ilyen pozíciót, akkor
változik az érzet, az észlelés, valamennyire talán a lehetőség is egy új lehetőség. Az a tapasztalatom, hogy körülbelül 4-5 évesen van az, hogy az emberi lény utoljára teljesen rugalmas. Tehát, hogy képes bármit megcsinálni, iskolások már nem. Nem tudom, hogy persze a jógából is mindenféle, most már 50-féle jóga van, mindenki mindenfélét felépít rá, nagy jógik, ilyen jógi tanítás, olyan jógi tanítás. Mi lesz belőle? Megint csak egy rendszer. Mit csinál a rendszer, bármelyik rendszer? Bemerevedik. Mire való a jóga? Hogy ne merevedjünk be. Ugye, milyen vicces. És akkor, tehát ez történik, az ember egy ilyen lény, mert nyilvánvalóan biztonságot keresünk. Ami érthető, tehát ki akar állandó bizonytalanságban, én ezt nem bírjuk ki. De akkor mást is keresünk, a másik oldal meg keresünk a kalandot. Szóval, na elég humoros a dolog. Tehát ugye állandó biztonság és a kalandvágy, hát ez már a kicsi gyerek, nem fantasztikusan meg lehet figyelni, a 2 éves, hogy elszalad a mamát, és visszaszalad. Ugye, megnézi, hogy hol a mama, és rohan vissza. Hát ezt csinálják az egész életünkben, ugye. Megnézzük, hol a mama, elszaladunk egy darabig, és aztán szaladunk vissza. Nem baj ez. Nincs ez semmi gond. Ha bevalljuk, a gond ott van, hogyha mindent elkenünk, meg különlegességtudattal látjuk el az egészet. Ha elkendőzünk, elkenünk, ha már nem is a félelem van, mert a félelem se baj. De a félelem a félelemtől, hát ez már gáz. Ugye? És arról szólunk, hogy növesszük a lelkünket. Nagyon különböző tapasztalatokkal. A képzelőerő nagyon fontos alapja. Alapunk is mágikus. A művészet is mágikus. De hát mi mert azt hiszük, hogy csak a művészeknek van erre joga. Mindenki mágikus. Mi saját magunk varázsoljuk el újra és újra a világot, a saját magunk világát. És ha nem okolunk X-et, Y-t, világot, nézeteket, helyeket, stb. Tehát ha felhagyunk azzal, hogy kivetítünk, aztán felhagyunk azzal is, hogy befelé vetítünk, de tulajdonképpen neked már ez se tetszik, amit mondok. Miért nem tetszik? Mert már ez is egy kicsit nem új. Tehát elhagyjuk azt a területet, elhagyom azt a területet, ahol az új kezdődik. Észre lehet talán venni magunkon, ez már erősebb figyelem kell, hogy mikor jönnek a sémák. Ugye? Sémákban gondolkodunk, és mit csinálnak a szavak, mit csinálnak a fogalmak, megerőszakolnak bennünket. A szószoros értelemben megerőszakolnak a fogalmak, és a fogalmakhoz gondoljuk a tapasztalatokat. De a tapasztalatunk az nem fogalmak, a tapasztalatunk az a direktek. Direkt érzékszervi, mi észlelő lények vagyunk. Azon kívül pedig világító lények is vagyunk. Ezt tudom a saját tapasztalatomból is, mert a stroke után volt egy-két megvilágosodásom, és láttam, hogy minden felfénylik. Láttam, tapasztaltam, éreztem. Nincs élettelen. A tárgyak is felfénylettek. Tehát nincs semmi élettelen, az egész univerzumban nincs élettelen dolog. A Descartes óta megerőszakolnak bennünket a fogalmak, nyilván valahogy sok érdekes dolog történt, de még a legmodernebb, még a most is, hát most a fizikusok keresik azt a részecskét. Már megint ő keresi a részecskét. Tehát még mindig a tárgyi valóságban hisznek.
Pedig ezt már valahogy már meghaladt, azt hittem, hogy már meghalt a 20. századi fizika is. Természetesen össze-vissza beszélek. Ez a szabadság előnye, hogy az ember össze-vissza beszélhet. Tehát azt mondom, ami eszembe jut. Aztán biztos, hogy már egy idő után semmi sem jut eszembe, de az is jó. Na, szóval, hogy... Azt mondják, hogy egy ilyen bemutatkozás, ezt úgy hívják, hogy valami promó, vagy minek is nevezik. De ez már azt hiszem sok is ebből. Az önmalót nem lehet bemutatni. De sejtetni vagy közelíteni hozzá, vagy megérinteni magunkban, egymásban. Azt lehet. Abból indultam ki, hogy ezek a párok léteznek, ugye, tehát a yin-yang, a föld, ég, félelem, bátorság. Bátor is félhet. De ő abban különbözik a gyávától, hogy a félelem ellenérést tesz. Felejtsük el a félelmet, tehát a félelmet a félelemtől. Felejtsük el ezt a mérhetetlen belemerülést valamibe, ami teljesen lényegtelen. Én nem akarok bántani senkit, meg semmit, de nagyon kicsi lehetünk és lehetünk. Az ember fél felismerni a saját kicsinyességét, a saját jelentéktelenségét, a saját fontoskodását, az, hogy hogy erőszakolja meg magát, hogy erőszakolja meg a világot. Ha ezt fél felismerni, hát akkor elszalaszt egy-két esélyt. És ez a csoda, ami ebben a pillanatban van. És most már így köszönöm Nádorfi Lajos barátomnak ezt a felvételt. Talán erről szólhatna az életünk, hogy ne szalasszuk el, ne halasszuk el a lehetőséget, ami most van. És fogadjuk el azt, hogy többek vagyunk, mint gondolat. Többek vagyunk, mint emóció, többek vagyunk, mint test. Bár ezek fontos, minden nagyon fontos, hiszen a végtelen térben, és ezt most kezdünk ilyesmikre ráébredni. Nagy csodák ezek. Állítólag az atom szerkezete is olyan, mint az univerzum. Anyag alig van. Anyag meg nincs is, vagy valamennyire van, mert hát valami mégiscsak ez anyagnak tűnik. Ugye? Nagyon érdekes ez. Nagyon érdekesen megyünk tovább most, ugye a részben a tudományos oldalon, a misztikus oldalon is, a teljesség felé, talán az őszinteség felé is. Kicsit bátrabbak leszünk közben. Ez a remény, a szabadság reménye. Köszönöm.